Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Meg ugye hadtörténész is, úgyhogy ezen minőségében szólítom meg először még hozzá a Lengyelországban becsapódott rakétákkal kapcsolatban kérdezném. Ugye még továbbra is zajlik részben az a vita, hogy akkor ez most pontosan kinek a rakétája, mert Zelenszky állítja, hogy nem az ukránoké. Most akkor az ukránoké, vagy nem az ukránoké? Hát a leginkább, vagy legbiztosabb támpontot az adna, sikerülne meghatározni az eredetét annak az alkatrésznek, ami becsapódott. Nyilván civil betűk lesznek rajta, és szinte biztos, hogy szovjet vagy orosz gyártmány. A különböző felsorakoztatott, mondjuk így jelek bizonsága szerint ez egy S-300-as légvédelmi rakétának az egyik darabja. Ugye nehéz lenne másra gondolni, mint arra, hogy egy ukrán rakéta nyilván véletlenül oda becsapódott rakétájának a darabja. Amit még a hallgatók ezzel kapcsolatban állandóan kérdeznek mostanság, hogy ha baleset történik, akkor egy balesetre vonatkoztatható-e a NATO-nak bármely cikkeje, akár a 4-es, akár az 5-ös, mert most egyre többen kérdezik azt, hogy oké, de ha esetleg ez egy ukrán baleset volt, akkor miért nincsenek ugyanazok a hangok, amik Oroszország esetében megvoltak, hogy ott ilyen-olyan cikkeket kellene alkalmazni? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy egy ilyen katonai vonatkozású baleset esetében azért valamilyen szintű felelősség terheli a baleset okozóját. Tehát nyilván azért küzd Zelenszky elnök az ellen, hogy egyértelműen ukrán rakétaként azonosítsák a darabokat, mert az finoman szóval gyanús, hogy a célpont, amelyet támadtak, azért jócskán távolabb volt a határtól, tehát az, az idézett hőerőmű, illetve erőmű, amit valószínűleg támadás esetében károk is értek. Úgyhogy ez valószínűleg egy gondatlanságból eredő baleset volt, aminek azért vannak következményei, kártérítési és egyéb jogi következményei. Jött egy hallgatói kérdés Zsolttól, aki azt írta, hogy attól kérdezzük meg, aki ért a légvédelmi rakétákhoz, és azt írja, hogy tudomásom szerint a légvédelmi rakéták hatótávolsága a több száz kilométert is elérheti. Az S-400-as orosz légvédelmi rendszer esetén a Wikipédia adatai szerint ez 400 kilométer. Épp ezért a légvédelmi rakétákban muszáj, hogy legyen önmegsemmisítő rendszer, hogy céltévesztés esetén ne kószáljanak az égen, és trafáljanak el bármi mást, például személyszállító repülőgépet, adott esetben akár egy másik országban is, akkor itt most mi történt? Ez így van egyébként, tehát pontosan azért van bennük egy ilyen távirányítású rendszer, mert sokszor nem lehet pontosan eltalálni a célt, és pontosan a lopakodót Jugoszláviában, sajnos neve jut az eszembe, de a magyar származású légvédelmi tüzér úgy találta el, hogy optikailag figyelte, hogy mikor ér a rakéta a lopakodó mellé, ugyanis nem észlelték radarral, illetve a hőképes alacsony volt, viszont lehetett látni a világos háttérre repülő fekete repülőgépet, és amikor mellé ért a rakéta, akkor robbantotta fel. Tehát megvan az esélye annak, ugye több rakétát intenek minden egyes légvédelmi célra azért, hogy a megsemmisítési arányozba az gyakorlatilag garantált legyen, és ezért előfordult, hogy egy rakétát föl kell robbantani, miután nem talált el a célt. Tehát vagy az történt, hogy nem céltévesztett rakétát robbantottak föl, vagy a rakéta maga eltalálta a célt, de eközben esett olyan szinten darabjaira, hogy az lengyel területre esett. Mind a két esetben fölmerül a kérdés, hogy mekkora felelősség. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú esetben akármilyen is tragikus a végkimenetele, nem állapítható meg közvetlen felelősség, szóval nyilvánvalóan nem ez volt a cél. Amit még itt a hallgató feszeget, hogy lehet az, hogy egy elvileg védelmi rakéta az ukránok háta mögé lő? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát itt ebből a szempontból fölmerült az a fajta felelősség, hogy nem időben semmisítette meg ezt a rakétát, tehát minden körülmények között megpróbálták elérni vele a célt, mondjuk elképzelhető, hogy egy repülő, egy orosz rakéta, vagy egy orosz cirkáló rakéta távolabb repült, és ezt próbálták vele lelőni, vagy valamilyen gondatlanság történt, és már túl közel a határhoz robbantották föl a célját tévesztett, vagy éppen célját elfogott rakétát. Tehát ez, amit csak a vizsgálat fog megállapítani, vagy vizsgálat fog tudni megállapítani, és ez, ami jó esélye, sose fog nyilvánosságra kerülni. És akkor még két gondolata a hallgatónak. Az egyik, hogy az oroszok több ezer rakétát és robot repülőt lőttek ki Ukrajnára eddig, ehhez hasonló incidens nélkül, a másik pedig, hogy az eset után azonnal jött az amerikai bejelentés, szinte szakértői vizsgálat nélkül, hogy ez ugyan ukrán rakéta, de légvédelmi, tehát védelmi és nem támadó, és ide sok mosolygó fejet tesz a kérdező, hogy ez hogy lehet.
Tehát az egyik dolog az az, hogy én nekem a meggyőződésem, hogy Kelet-Lengyelországnak bizonyos területét tele vannak már ilyen alkatrészekkel, ilyen roncsokkal. Tehát biztos, hogy egy létfelmaradásáért, vagy a létér harcoló országban az, hogy egy légvédelmi rakéta darabjai hova hullanak, az nem egy kiemelt szempont. Tehát mezőkön, földeken, a határövezetben, biztos vagyok benne, több ilyen becsapódás történt már. Eddig nem esett emberében kár, ezért valószínűleg nem tudunk róla. Nyilván a lengyelek nem akarták feszegetni a határokat, nem akarták az amúgy általuk széles körben támogatott ukránokat olyan kellemetlen helyzetben kitenni, hogy egy ilyen típusú kérdéskörben megnyilvánulnak. Azért az beszédes egyébként, hogy a környéken lévő nagyváros, ha jól emlékszem, Lublinnak a közigazgatási vezetője elmondta, hogy ez már nem az első eset, tehát nem mondta ugyan konkrétan ki, de arra utalt, hogy ez már nem az első eset, hogy kár okozás történik ukrán oldalról átpotyogó alkatrészek miatt. Tehát ezért az elég beszédes arra tekintettel, hogy arra nézve, hogy ilyen típusú balesetek történtek. Már eddig nem volt halálos áldozat, hogy valószínűleg ezért nem csináltuk be nagyobb ügyet. Most ez nagyon sok kérdést vetett fel ez a történet. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy valóban végvédelmi eszközről van szó, hiszen légvédelmi rakétáról beszélünk. És a hírek szerint egy NATO repülőgép, ez szinte bizonyos, hogy egy légtérfigyelő repülőgép, egy EVEX, egy Sentry, E3 Sentry típusú repülőgép volt, amely követi az eseményeket, és látta a beérkező orosz robotrepülőgépek is rakétának a röppájáját, valamint látta az ellenük indított ukrán rakétáknak is a röppájáját, hogy innen lehetett ilyen gyorsan meg a válasz a Biden elnöknek, hogy ez valószínűleg egy ukrán rakéta lehetett, hiszen az orosz repülőeszközök célja jóval a határtól távolabb volt. De az hogy lehet, hogy az amerikaiak tudják, hogy ez kinek a rakétája, Zelenszkijék meg még mindig nem mondják azt, hogy az övék? Mert nagyon valószínűleg azt tűnik az, hogy ebben az esetben kártérítési kötelezettség terhelni őket, erkölcsi és anyagi is, és hát ezt azért nem szívesen vállalja fel senki, amíg minden kétséget kizárólag benne bizonyosodik, hogy ez a repülőeszköz, vagy ez az alkatrész, ez ukrán eszközről származik. Hát én értem, de akkor Zelenszkij tudatosan hallgatja el a tényeket? Van egy ország, amelyik a létért küzd, van egy ország, ami honvédő háborút folytat, és van egy ország, amelyiknek a kommunikációja azért néha hagy maga után kivetni valót. Én inkább azt a kérdést tenném föl, hogy Zelenszkij elnök végig gondolta el, hogy egy közvetlen NATO-orosz konfliktusnak világháború a vége. De ha belegondolunk az ő helyzetébe, van ez a szép magyar mondás, hogy az kiabálkinek a háza ég. Ebben az esetben elmondhatjuk, hogy a Zelenszkij elnök háza rendkívüli módon ég, és így azt mondhatom, hogy talán nem túlzás azt mondani az ő részéről, hogy ez a rakéta nem ukrán, és nem túlzás mindent megtenni, hogy a felelősséget elhelyezse magától, hát a következményeknek az is súlyosak lehetnek. Amikor ez az egész eset történt, én bevallom őszintén, hogy éjszaka többször is így megnéztem a híreket, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, és megmondom őszintén, nem is a rakétatámadás miatt gondoltam azt, hogy ebből akár eszkaláció is lehet, hanem a nyilatkozatok miatt. Ugyanis annyira durva és azonnali beavatkozás sürgető nyilatkozatok hangoztak el politikusok részéről, a tények ismeretének tudata nélkül, hogy tényleg az az érzése volt egy átlag embernek, hogy itt most határán vagyunk, hogy a nyilatkozatok miatt esetleg tényleg a NATO akár bevonódik ebbe a konfliktusba. Én azt hiszem, hogy az közvetlenül érintett felek kivételével, úgy értem, hogy a történelmének közvetlenül érintett felek kivételével, tehát egyes lengyel megszólalók és amúgy a balti államok kivételével azért mindenki józanságra intett, és a Biden elnök is viszonylag hamar már ugyanúgy, hogy aznap este vagy másnap reggel megszólalt ez ügyben, tehát valóban volt egy ilyen fajta fellángolás és felhorkadás, és tényleg az a régió, az a rész, amelyiknek van jogos félelme attól, hogy egy orosz befolyás újra megjelenik az országukba, az tényleg mindent megtett azért, hogy ez valamilyen szinten eszkalálja a helyzetet, de azért a nyugati vezetők többsége nagyon mértékadóan és visszafogottan reagált, úgyhogy ez mindenképpen a mellettük szól. Én úgy gondolom, hogy egy pillanatra az egész nyugati világ belenézett abba, hogy ez gyakorlatilag egy atomháborúba torkolhat. És igen, hogy sok lépés múlva, de eljuthatunk addig a pontig, hogy tényleg indulnak az atomrakéták, és ez a pont szerintem, ami egy nagyon érdekes és nagyon fontos fordulópontja lesz a háborúnak, ugyanis hirtelen mindenkinek leesett, hogy itt tényleg azok, amikkel szakértők beszéltek arról, hogy ez atomháború lett, az valójában tényleg átcsaphat odáig. De akkor egyúttal a nyilatkozatok azt is jelzik, hogy hála Istennek senki nem szeretne valójában atomháborút? Igen. Tehát
nagyon keveset beszélnek róla az egyes szakértők, de az, hogy az Egyesült Államok és mondjuk Nagy-Britannia, Németország és Franciaország nem nyújtott olyan mértékű és olyan típusú segítséget, mint Ukrajnakért, elsőben a nehéz haditechnikára gondolok, harckocsikra, önjáró lövegek tömegeire, illetve páncélzott szállító járművekre, ez azért, illetve komoly légvédelmi rendszerekre, ez az elejétől kezdve jelzi, hogy a nyugatnak hol voltak a prioritásai. Tehát aki egy kicsit is ért a modern hadviselés, annak látnia kellett, hogy az a típusú, rendkívül nagyvonalú, de emellett igen korlátozott segítségről beszélünk, ami pontosan arról szól, hogy ez a háború elhúzódjon, de egyik fél se kerüljen döntő helyzetbe. Tehát az ukránok egy modern nyugati haditechnika segítségével akár vissza is tudták volna venni ezt a támadást teljes mértékben, hiszen a légvédelem, hogyha hatásosan működik, és tényleg olyan típusú Patriot vagy hasonló légvédelmi eszközeik vannak, amiket többször is kértek, akkor ezek a mostanra már az infrastruktúrát megbintott csapások létre sem jöhettek volna, a harctéri egyéb következményekről nem is beszélve. De miért nem adta oda a nyugat ezeket a fegyvereket, mert ezeket támadó fegyvernek is lehet használni, vagy valahogy egy ilyen furcsa egyensúlyt próbálnak teremteni, hogy segítünk is, de azért nem túlságosan? Nekem van egy ilyen érzésem, tudományosan nem tudom alátámasztani, de van egy ilyen érzésem, hogy egy nagyon cinikus angol szász megközelítést látunk, ami a világtörténelemben folyamatosan végigvonul, hogy vannak konfliktusok, amiket akár mesterségesen is gerjesztenek, hogy utána döntő videóként be tudjanak avatkozni. És hogy a hírek szerint ugye nem is annyira az Egyesült Államok, hanem Nagy-Britannia áll a történet mögött, aki ugye már többször bebizonyította, hogy képes és alkalmas ilyen döntések meghozatalára, elég csak mondjuk az első világháború utáni határok meghúzására, vagy a Churchill által szándékosan a török birodalom felbomlásakor mesterségesen meghúzott határokra gondolni, ami garantálta azt, hogy a létrejövő államoknak folyamatosan problémái lesznek egymással. Tehát igazából én azt hiszem, hogy nagyon nem tudtak, vagy nem akartak, ez egy nagyon jó kérdés, hogy melyik szembeszállni Oroszország, hiszen tudták, hogy előbb vagy utóbb tényleg egy atomháború veszélye fenyeget azzal, ha a NATO teljes messzieséget kiáll Ukrajna mellett. Ezért nagyon cinikus és álszent dolognak tartom, hogy hergelik a közvéleményt, hergelik az ukránokat, anélkül, hogy a végső esély győzelme megérne. És nagyon érdekes, hogy folyamatosan az ukrán győzelemről beszélnek nyugaton, anélkül, hogy elmondnak, hogy ez hogy következhetne be. Nyilván jó lenne, hogyha nem lenne egy elnyomó rendszer sehol a világon, de mondjuk, ha Putyin elnök hatalma meginog, akkor lehet, hogy egy Szovjetunióhoz hasonló összeomlás következik be, ami egyrészt magával hozhatja egy sokkal erősebb kezű vezetőnek az eljövetelét, illetve magával hozhatja azt, hogy az atomfegyverek megint ellenőrzés nélkül maradnak, mint a Szovjetunió széthullásakor. Tehát, hogy itt ez a fajta kimenetleg semmilyen szempontból nincsenek végig gondolva, és ez több, mint aggasztó. Itt hoznám be a sajtónak a szerepét, és kicsit érdekes is, amikor újságíróként biztonságpolitikai szakértőt kérdezek a sajtónak a felelősségéről, de mégis, mintha a sajtó az egy önálló ilyen hadszíntér lenne, és ezt a szó szoros értelmében kell venni, mert minthogyha a sajtóban megjelenő publicisztikák, sok esetben a hírek is úgy lennének tálalva, hogy az otthon ülő embereket is bevonják a háborúba, és az otthon ülő embereknek és a közvéleménynek a nyomása alatt kell sok esetben a politikusoknak, meg akár a katonai vezetőknek is döntéseket hozni. És ha megnézzük pont a lengyel esetet, hogy a sajtó azt egyébként tényként tálalta, hogy azok orosz rakéták voltak, és hogy milyen felhördülések voltak ezt követően, akkor a helyzet kifejezetten aggasztónak tűnik nekem. Nem véletlen, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy a sajtó a negyedik hatalmi ággá vált, sőt, ha befolyásot nézzük, akkor az elsővé. De azért azt is látni kell, hogy amióta demokrácia van, a sajtó a szerves részét képezte, az akár a háborúra való hergelésnek, akár a békére való hergelésnek, vagy a békére való mondjuk nyomásgyakorlásnak. Ugye a legtipikusabb példa erre a Hearst-féle médiabirodalom 1898-ban, amikor valószínűleg egy belső robbanás következtében egy amerikai hadihajó elsüllyedt Havana kikötőjében, és mégis gyakorlatilag a sikerült a spanyolokra kenni az egészet, mert kirobbant az amerikai-spanyol háború. Tehát, hogy a médiának már korábban is volt egy ilyen szerepe, ami azért lehet egyrészt egy ellenőrző szerep is, de sokkal inkább a média tulajdonosoknak a befolyását
és a hatalmát mutatja, ami mostanra tényleg szinte kizárólagossá vált. Nagyon érdekes, hogy már a 90-es években volt egy James Bond film, ami arról szólt, hogy egy unatkozó milliárdos, aki egyébként Jonathan Pryce alakított zseniálisan, egy világháborút próbál kirobbantani, csak azért, mert akkor jobban folynak az újságai. Tehát itt óriási a felelőssége a sajtó munkatársainak, és azt nem szabad elfelejteni, és ami egyre veszélyesebbé válik, hogy ahogy a sajtóban megjelent nyilvánvaló hazugságok, tehát egy órával a becsapódás után már az összes angol újság azzal volt tele, hogy ezek orosz lövedékek voltak, és lengyelek mindjárt belépnek a háborúba. Ahogy ez a háború a várható, nyilván nem garantált, de a várható kifejlet felé harad, azaz az ukrán vereség felé, úgy lesz egyre kevésbé hiteles az úgynevezett mainstream média. Tehát a fősodratú médiának a szavahihetősége, az általa közölt tényeknek a valósága egyre inkább kezd megszűnni, ami azzal a veszélyen, hogy az emberek nem fognak elhinni semmit gyakorlatilag, hiszen egy ilyen típusú helyen elmentek komoly újságokba hazudnak, akkor bárhol hazudhatnának. Nekem ez pont az volt a feltűnő egyébként, hogy a kommentelők, mintha reálisabban értékelték volna az eseményeket ennél az ügynél, mint a sajtó. Igen, a kommentelők részében ott van azért az a józan ész, ami ilyenkor fölorgad az emberbe, vagy azt mondja, hogy egy meglepő az, hogy Magyarországon is nyilatkoztak komoly szakértők arról, hogy egyértelműen rossz fegyverről volt, és egyetlen egy darab rossz minőségű fényképünk volt csak az egészről. Tehát itt nagyon sokan Sherlock Holmesnak, meg Hercule Poirotnak képzelik magukat, sőt, még náluk is jobbnak, hiszen egy darab fényképről megmondja, hogy mi volt a gyilkos eszköz, ki volt az áldozat és ki volt az elkövető. Tehát ez nem így működik. Kicsit visszautalunk a sajtó szerepére. Különösen az angoltán sajtónál látszik az a fajta uszítás, amivel egyrészt a saját maguk politikai nézeteit, a saját maguk politikai döntésnek a következményét próbálják eladni. Tehát Nagy-Britanniában a nálunk jelentősen nehezebb helyzetben a hírek szerint az energiára többszörösére emelkedett, ami jelentős nehézséget okoz az angol lakosságnak. De mivel ez egy szent háborúként van állítva, amiben be kell csatlakozni, egy olyan fajta háborúnak van beállítva, amiben muszáj részt venni, különben a világ vége következik el, emiatt az emberek nem lázonganak ellen, hiszen ez egy olyan áldozat, amit meghoztak már az első világháborúba, meghoztak már a második világháborúba. Engem igazából az a kérdés foglalkoztat, és azt lenne jó tudni, ha működne az üveggömböm, tudnám is, hogy mi lesz utána. Tehát amikor a mondjuk 80%-os eséllyel bekövetkező ukrán vereség megtörténik, mit fognak tudni mondani? Megérte? Most akkor megint 10 évig fizetjük ennek az árat, mint a második világháborúit? Vagy hogy fog ez bekövetkezni? Nagyon érdekes, amit mond, mert erre már látom is magam előtt a kommenteket, hogy de hát a másik szakértő meg azt mondta, hogy szinte biztos, hogy az ukránok fognak győzni, és nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy minthogyha a hallgatók is, a közvélemény is, és tisztelet a kivételnek, és szerintem az ultrahangon nagyon sok kivétel van, de nem is a tényeknek, hanem inkább a szimpátiájuknak megfelelően hallgatnak szakértőket, hogy megerősítsék a saját szimpátiájukat. De valójában ön például hogy tudja eldönteni, hogy mi az, ami reális elemzés, mi az, ami kevésbé reális, és hogy ebben a nagy kavalkádban egyáltalán kinek lehet hinni? Ez az első és kiindulási pont az mindig a történelem. Tehát ha egy mondjuk egy X ország, Y országgal harcolt, és mondjuk 5-6-szor csaptak össze, mondjuk Franciaország, Németország egy jó példa erre a modern korszakban, akkor szinte látszanak az irányvonalak, látszanak a következtések, és látszanak az eredmények. A másik ilyen fontos támpont azok az erőviszonyok. Tehát van egy ilyen fogalom, hogy erőeszköz számvetés. Tehát az, hogy kinek van több eszköze, kinek van több embere, kinek van nagyobb gazdasági ereje, kinek van több támogatottsága például a lakosság körében, ezek mind-mind olyan számok, amik viszonylag jól mérhetőek. Ugye ezért többek között is gondolták az oroszok, hogy Ukrajna össze fog omlani a támadás megindulásakor, mert ezt kérdezik, nagyon alacsonyak voltak a mutatói. Amivel viszont nem számoltak, és hogy miért ez egy nagyon jó kérdés, az, hogy az ukrán nemzetnek a kialakulás, az ukrán nemzeti tudat kialakulása az most zajlik. Ebben a szempontból engem inkább az aggaszt, hogy valós tényeket is már egyre inkább meggyőződés alapján és érzelmi alapon közelítenek meg az emberek, és nem a józanész, vagy nem a számok és a tények alapján. Nyilván az embernek van egy hite, az ember hisz Istenben, elfogadja bizonyos csodáknak a létezését, de azért olyan csodát ritkán látni, hogy 10 ember meg fog venni 100-at. Nem mondom, hogy egyszer-kétszer nem fordult elő, de azért a valószínűsége annak, hogy nem így fog történni, az igen magas. És egyre több olyan terület van, én ezt az egész jelenséget elneveztem emberjogizmus vallásnak,
amiben ez a fajta irányzat, ez már egy nem is az a baj, hogy vallásos, hanem egy radikális vallásos hevülettel beszél olyan dolgokról, amik nem abba a kategóriába tartoznak. A transzcendentális egy olyan terület, amit nem tudunk józan észre felfogni, ezért elfogadjuk, hogy létezik, és a saját szabály érvényesek. Na, de egy háború nem egy ilyen dolog. Tehát azt látom igazából problémának, hogy az a fajta a nyugati világnak az általam a kvintesszenciájaként jellemzett dolog, ez a tiszteletteljes egyetnemértés, ez eltűnő félben van. Tehát elfogadom, hogy te így látod, nem próbálok meggyőzni, nem próbálok erőszakkal megtiltani, és semmiképpen nem próbálok meg rávenni arra erőszakkal, vagy akár fizikai erőszakkal arra, hogy azt gondold, amit én. És ez a fajta megértése annak, hogy egy eseménynek többfajta logikus magyarázata létezik, ez mintha eltűnő félbe lenne, és ide sorolom azt is, hogy az emberek az érzelmi alapokon nyilván mindenkinek a szimpátiája hazáért küzdő ukránoknál van. De hát azért a realitások nem abban az ilyenek mutatnak, hogy az ukrán hadsereg elfoglalja Moszkvát, és ott köt békét. Abszolút egyetértek, amit így azzal kapcsolatban mondott, hogy egy ilyen újfajta vallás van kialakulóban, de az meg talán a háború sajátossága, hogy mind a két fél megpróbálja a másikat olyan szinten kriminalizálni, hogy a háborút azt a jó és a rossz párharcának mutassák be, hiszen talán ez az, ami a katonákat még inkább segíti egyébként a hadszintéren. Az újdonság számomra, bár nem értem korábban nagyon aktív ilyen háborúban, az, hogy nincs átjárás a közvéleményben, tehát mi egy semleges ország vagyunk tudtommal, és vannak ilyen véleménybuborékok, hogy vannak az orosz pártiak, úgymond meg az ukrán pártiak, és nagyon kevés, tehát hogy azoknál, akik ez vallás szinten van meg, ott nincs átjárás, és nem az észérvek számítanak, hanem ez egy érzelmi területre tevődő tett, és én egy kicsit úgy érzem, mintha ez egy tudatos cél is lenne, hogy a közvéleményt azt így vonják be a háborúba. Nyilván a mind a két háborúzó félnek van narratívája, van egy ilyen irányvonal, amire felfűzi az eseményeket, és az is egyértelmű, hogy elmondta, hogy gyakorlatilag ennek egy jelentős része a saját lakosságnak szól. Tehát annak szól, hogy a kitartás, az elszántság ne inogjon meg, mert egy olyan háborúban, amiben igazából nem kellett volna belemenni, és nem sok értelme van, hogy a vietnámi háború a legjobb példa erre, hogy hiába nyerte meg az amerikai hadsereg és az amerikai fegyvereség szinte az összes, sőt, szakasz szint felett az összes összecsapást, ettől függetlenül a háborút elvesztette, mert a lakosság nem értette, hogy miért van szükség erre az egészre, hiszen olyan elvont célokért harcoltak, amit a lakosság többségének nem volt felfogható, vagy nem volt feldolgozható. Tehát ez a narratívabeli különbség, ez igenis létezik, és mind a két fél maximálisan ki is használja. Az az igazából érdekes, hogy az a nyugati világ, ami korábban pontosan arról volt híres, hogy hagyta, hogy többfajta vélemény létezzen egymás mellett, hogy többfajta irányvonal létezzen, többfajta megközelítés koexisztáljon, ez mintha eltűnt volna. És ez azért megdöbbentő, mert az a kizárólagosság, amiben pont az emberi jogizmus fölép, az a klasszikus diktatúrának a jellegzetessége. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy Oroszországban a háború ellen föllép, akkor az börtönbe küldik, akkor az diktatúra. Valaki próbál meg egy orosz zászlót kitenni a fényképe mellé a Facebookra, meglátjuk, hogy milyen következményei lesznek. Németországban például ott is börtönbe megy egyébként, ha már jól tudom, háború tagadásra, vagy valami hasonlóért. Tehát, hogy független attól, hogy erkölcsileg mit gondolok egy eseményről, ezt törvénybe iktatni, és ennek súlyos következményeket tenni, holott egyértelműen alátámasztható, hogy itt azért vannak olyan gazdasági meg egyéb szempontok, amik igen súlyos következményekkel járnak a társadalomra, ez már egy nagyon-nagyon súlyos problémát jelez elő, nagyon-nagyon súlyos problémát vetít előre, és nem csak nálunk, hanem az egész nyugaton. Viszont, hogyha az elemzéseink vagy a helyzetértékelésünk érzelmi alapú és nem tény alapú, akkor egy idő után szembe jön a valóság. És pont azon gondolkodtam, hogy az amerikaiak micsoda lelkesedéssel vágtak bele az iraki háborúba, amelyet meg kellett tisztítani a gonosz diktátortól és a vegyi fegyverektől. Majd kiderült, hogy azért a vegyi fegyverek annyira nem voltak, és nyilván nem vitatom, hogy Saddam Hussein diktátor volt, és aztán az egésznek a lendülete az alább hagyott, és pár év múlva már az iraki háborúnak a megítélése teljesen máshogy történik, mint a kezdetekben. Ön hogy látja, az orosz-ukrán háborúnak a megítélése pro-kontra, az változhat a következő időszakban, akár a tél beálltával, akár további veszteségek beálltával, akár bármilyen, akár csak az idő múlásával? Mindenképpen, és mindenképpen változnia is kell. Gyakorlatilag az a fajta őrületes felhajtás, ami körülötte van, az azért sok szempontból káros, hiszen ez a háború azért akármennyi is nekünk közvetlenül a határaink mellett zajlik, és szó szerint húsba vágó,
azért csak egy kisebb konfliktusnak a része, ami most kezd kibontakozni, tehát az, hogy melyik lesz a világ vezető hatalma, az Egyesült Államok vagy Kína, ez előbb-utóbb valamilyen szintű élesebb konfliktusban fog kicsúcsosodni, reméljük nem fegyveres konfliktusba, de valamilyen szinten ennek a versenynek el kell dőlnie. Ja, azt érdemes látni, hogy az iraki háborúnál is nagyon fontos, hogy volt egy felfokozott elvárás, amit egyébként meg is lehet volna valósítani, tehát pontosan a 2003-ban végrehajtott vezető csere, vagy még Saddam Hussein ezek a megdöntése után volt az amerikai tengerészgyalogság által kidolgozott olyan módszertan kéznél, amivel lehet volna bonyolítani egy iraki viszonylag sokkal inkább megfelelő hatalomátadást és sokkal inkább megfelelő átalakítást, azonban az ezt kidolgozó Gardner tábornokot félretették, és a helyére érkezett egy politikai kinevezett Paul Bremer, aki egyébként Bush elnök személyes jó barátja volt, és elkezdték a háború mondjuk úgy amerikanizálását, aminek aztán az eredménye az lett, hogy végül is ki kellett vonulni bizonyos szempontból Irakból, vagy nem is lett Irakból egy stabil ország, hiszen az összesen elképzelés, amivel próbáltak beavatkozni, nem működött. Tehát ugyanúgy ez a jelenlegi háború is az elkerülhetetlen végkifejlet után más megközelítésbe fog kerülni. Engem inkább az érdekelne elsősorban, hogy azok az emberek, akik teljes messzélessége beleálltak, és azért egyik fényben, hogy nagyon sok ember van közöttük, aki 40 évvel ezelőtt az előző rendszer támogatta teljes messzélességgel, most meg Washington, az mit fog mondani, hogy 4-5 év múlva letagadja az egészet, hát tele van az interneten nyilatkozataikkal. Ez egy nagyon érdekes időszakot fog előidézni egyébként. A másik, hogy megtanultunk itt a részben szerintem a média meg a tömegkultúra hatására ilyen címszavakat, hogy minden, ami Amerika és a Nyugat, az a demokratikus és nagyon jó, és jóléti, és haladó. Minden, ami meg Oroszország, Kína, stb. Az kommunista, meg diktatórikus, elnyomott és kontroll, és ebben vannak is nyilván igazságok, csak hogy lehet-e egyáltalán ma a 21. században ezeket a címszavakat és ezeket a leegyszerűsítő gondolkodásokat így kezelni, és ráhúzhatók-e ezek a sémák még mindig ezekre az országokra, mert ugye itt is szerintem nagyon könnyen szembe jöhet velünk egy másfajta valóság. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy aki hasonló neveltetést kapott, mint mondjuk a nyugati világnak a jelentős része, az igazából a szíve szerint a 80-as években Nyugat-Európában vagy Amerikában érezné legjobban magát, ahol tényleg a szabadság és a gazdasági stabilitásnak az állandósága és a hosszú időre való garantáltság az biztosnak tűnt. Tehát nyugodtan lehetett valaki bármilyen véleményen, ha csak nem, nyilván nem volt erőszakos és nem bántott másokat, szinte bármilyen vélemény tolerálva volt, a gazdasági stabilitás megadta a talaját annak, hogy a jövő az biztos legyen. Tehát egy olyan fajta ideális környezet volt, ami talán aranykorokra szoktak jellemzőek lenni. Én is szívem szerint egy ilyen környezetben élnék. Sok minden változott, és az a kérdés, amit föl szoktam tenni, és nagyon szoktam rá választ kapni, hogy valóban még mindig jobb itt, és jobb így, mint akár Kínában, akár Oroszországban, de mondjuk akár a genderlobbinak, akár az LMBTQ mozgalmaknak a túltolásával, vagy a véleménykülönbségnek az elnyomásával, hogy konzervatív professzorokat kiutálnak, és egyszerűen be se engednek vezető egyetemekre. Tehát ennek a rendkívül lekorlátozó, leszűkítő, radikális vallásnak a megjelenésével, szekulális vallásnak a megjelenésével, ezzel gyakorlatilag biztos, hogy jó irányba haladunk? És az, ami igazán elrémisztő, hogy ezeket a kérdéseket föl sem lehet tenni. Tehát és sok esetben egyébként ezért kacsintanak össze az emberek, akár Putyin, akár Xi Jinpingnek a rendszerével, amivel egyébként én szintén nem tudok azonosulni, mert szerintem az egy más területen korlátozza, de mintha például, tehát hogy az ideológiájukat tény, hogy mintha akár Kína, akár Oroszország nem akarják úgy ránk erőltetni, tehát nem látom azt sem a kínai, sem az orosz nagykövet esetében, hogy olyan nyilatkozatokat tenne például Magyarországon, mint az amerikai nagykövet. Abszolút, abszolút. Tehát ez az igazi nagy kérdés, és az igazi nagy kérdés az, hogy nem látunk a jövőbe, tehát azért az orosz-szovjet mondjuk így befolyása kapcsolatban azért nagyon rossz tapasztalataink vannak, hogy a kínai kommunista rendszernek azért igen ékes példája volt, amikor az amúgy egyébként igen széles körben és általam is nagyon tisztelt, az eredményei miatt tisztelt Hu Jintaót kivezettették a teremből. Tehát Hu Jintao Xi Jinping elődje volt az, aki gyakorlatilag megalapozta a kínai nagyhatalmat, és pontosan az a kiegyensúly politikája tette igazán nagyhatalomá Kínát, amit egyébként ő is az elődétől vett át, és ugye ez a jelenlegi vezetés ezzel szállt szembe. Tehát ennek azért vannak olyan vonatkozás, ami egyértelműen elriasztóak egy nyugati ember számára, de pontosan, ahogy mondja, hogy olyan szinten
lett túltolva a kötelező konformitás, és az a kérdése, megint sem nem kapok soha választ, hogy nyilván senki nem akarna a jelenlegi Moszkvába vagy a jelenlegi Pekingbe élni. De mondjuk egy orosz vagy egy kínai berendezkedés, hogy néz neki Európában, nem akar, még csak beszélni sem akar senki, pedig ennek is megvan az esélye. És mindig ez, ilyen esetekben, amikor ezek fölmennek, mindig az az eszembe, amit a Csillagok háborújában hangzott el, Leia hercegnő mondta Tarkin nagymoznak, hogy minél jobban szorítják össze az ujjaikat, annál több rendszer csúszik át közöttük. Tehát, hogy ha nekem az alapvető jogaimat, az amerikai alkotmányba is belefoglalt jogaimat, a szabad szólásszabadságot, a vallásszabadságot kérdőjelezik meg. Ugye most a legeklatánsabb példa, hogy én ezt poénból vetettem fel a német hadseregről szóló egyik cikkemben, hogy nyugodtan lehet szélsőjobbosnak tekinteni egy cserkész dalokat a tábortusz körül, egy cserkész csapatot, amelyik a tábortusz körül népdalokat énekel. És most megszületett egy kutatás, ami szerint a népdalok azok rasszisták és homofóbok, és aki népdalokat énekel és játszik, az eleve kirekesztő. Tehát, hogy ez a fajta bődületes, mondjuk így, kirekesztés, nem tudok jobb szót használni rá, ennek előbb-utóbb nagyon súlyos következménye lesznek, és abszolút kontraproduktívá válik. És ugye erről a problémáról, ami tényleges probléma, beszélni se lehet, hát az igazán felháborító. Hát eljutottunk a Lengyelországban becsapódott rakétáktól a népdalokig, úgyhogy a kedves hallgatóknak ajánlom, hogy hallgassák meg az Ellopták az oroszok a tankot című dalt. Sonkoti Bálintnak pedig köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, hasznos volt, köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget.